Köszöntöm Önöket, a híradót látják! Az új Széchenyi terv keretében európai uniós forrásokból megvalósítható projektek előkészítésében, lebonyolításában nyújt segítséget az ügyfeleknek az országos Széchenyi programiroda hálózat. Veszprém megyében eddig a megyeszékhelyen működő tanácsadói pont, a pápai létrehozását a járásban eddig megvalósult uniós pályázatok nagy száma indokolta. A Mándi Márton István utcában az önkéntes pontiroda helyén működik mától a Széchenyi programiroda. Hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt 8 és 12 óra között várják az Európai Uniós pályázatok terén jól képzett tanácsadók az ügyfeleket. A munkatársak emellett külső projekthelyszíneken is végzik munkájukat. Egy vállalkozás, vagy egy gazdasági szervezet, egy önkormányzat, alapítvány ő konkrét projektötlettel, hogyha rendelkezik, és van egy konkrét elképzelése, én úgy gondolom, hogy az a helyes és az a célszerű, hogyha a Széchenyi programirodát meg fogja keresni, illetve megkeresi, és ebben kikéri az illetékes tanácsadónak a véleményét. A Széchenyi programiroda tanácsadói a vállalkozásfejlesztés, a humán erőforrásfejlesztés, a területfejlesztés terén tudják segíteni a pályázni szándékozókat. A megnyitó ünnepségen elhangzott, 2010 és 2013 között a Veszprém megyében megvalósított Európai Uniós pályázatok egyharmada Pápáról és környékéről került ki. A Brüsszelből lehívott források összege 14 milliárd forint volt. A rendezvényen dr. Kovács Zoltán országgyűlési képviselő azt emelte ki, a kis- és középvállalkozások számára költséghatékonyság szempontjából is előnyös a programiroda szolgáltatásainak igénybevétele. Pápára például jellemző néhány nagy cég mellett a sok kis vállalkozás is. Ezek a kis vállalkozások nem rendelkeznek olyan apparátussal, amely a különböző programokat, projekteket, az ehhez szükséges adminisztrációt, tanácsadást lebonyolítaná, nekik van elsődlegesen szükségük arra, hogy a programirodák segítsék az ő munkájukat. Az iroda megnyitása segíti a helyi gazdaságot, ezt üdvözölte a megnyitáskor dr. Áldozó Tamás, pápa polgármestere. Az országban 42 Széchenyi programiroda működik, és információkkal szolgálnak az interneten is. Az új Európai Uniós költségvetési ciklusban egyébként 7000 milliárd forint fejlesztési pénz érkezik Brüsszelből Magyarországra. Ennek 60%-át gazdaságfejlesztésre kívánja fordítani a kormány. Megkezdték a jégpálya bontását a főtéren. A jéghűtését végző berendezést hétfő este kapcsolták le, azóta a faházak elszállítása is zajlik. Az időjárási előrejelzések szerint már nem várható olyan idő, amiben működtethető lenne a létesítmény. Az idei szezon próbaüzem volt, a nagyon tavaszias télben 24 napot tudott üzemelni a pálya, mondta el Boros Katalin, a Pápai Platán Nonprofit Kft. Ügyvezetője a ma délelőtti sajtótájékoztatón. Hivatalosan is vége az idei korcsolya szezonnak Pápán, jelentette be Boros Katalin. Ebben a nagyon-nagyon tavaszias télben 24 napot tudott nyitva tartani a jégpálya. Ez alatt a 24 nap alatt 3108 belépésünk volt. Ebből a 3108 belépésből 412 volt az, amikor diákok jöttek ide korcsolyázni a tanórák keretében. A Tűr István gimnáziumból, az Erkel Ferenc általános iskolából, a Gyurács Ferenc általános iskolából, a Vörös Sándor általános iskolából voltak a legtöbben. Ők próbálták ki a legtöbbször itt a pályát. A rövid, próbaüzemnek számító üzemeltetési idő ellenére nagyon sok tapasztalatot, működtetésre vonatkozó információt szerzett a cég. Ezeket a következő szezonban fel tudják használni. Annak érdekében, hogy novembertől fel tudjuk használni az idei évi adatainkat, folyamatosan nézzük a hőmérsékleteket, írjuk ezeket az adatokat, akkor is írjuk ezeket az adatokat, amikor nincs nyitva a pálya, azért is nem zártuk be korábban a pályát, hogy figyeljük, hogy viselkedik az különböző időjárási viszonyok mellett a jég, milyen jégvastagság az optimális, és most nézve a hosszú távú időjárás előrejelzéseket viszont úgy döntöttünk, hogy tavasz van, tavasz jön, tehát le kell bontanunk a pályát. Az adatokat továbbra is gyűjteni fogjuk, mert szeretnénk ezeket majd a következő szezonban felhasználni, és remélhetőleg akkor, hogyha az időjárás is úgy akarja, akkor sokkal hosszabb időben üzemeltetni a pályát.
A főtéri jégpálya, amennyiben megfelelő körülmények állnak rendelkezésre, rentábilisan üzemeltethető. A nagyságrendeket ismerve, hogyha egy kicsit, csak egy picit jobb az idő a jégpályára, a költségeket fedezi. És tulajdonképpen nem is az a cél, hogy ebből bárki, mint az üzemeltető, mint az önkormányzat hasznot húzzon, a költségek meg tudnak térülni. A működő napok alapján ez rentábilisan működtethető. A főtéri korcsolyapálya jege felolvad, a faházakat elbontják, a gépház azonban egyelőre még marad a téren, hiszen az üzemeltetés utáni ellenőrzéseket el kell végezni a helyszínen. A szervezeti és működési szabályzatát módosította mindhárom pápán működő nemzetiségi önkormányzat, a cigányok, a németek és az örmények az idei munkatervüket is jóvá hagyták. A pápavárosi cigány nemzetiségi önkormányzat számára idén a Veszprémi Alkohol és Drogsegély Ambulanciával kötött megállapodás ad fél éven keresztül munkát. Előadásokat, tájékoztató programokat szerveznek ugyanis gyerekeknek és felnőtteknek. A projekt feladatai mellett márciusban cigány kulturális estet tartanak, decemberben Mikulás alkalmából találkoznak majd a pápán élő cigány gyerekekkel. A német nemzetiségű önkormányzat javában készül a diákoknak szóló szép kiejtési versenyre. A rendezvény áprilisban lesz. A németek tevékenységében fontos szerepet kap a leinefeldei kapcsolat. A német városból a nyári játékfesztiválra és az őszi nemzetiségi napra is érkezik küldöttség. Az év vége több német nemzetiségi programot is kínál. Heitler László sváb falvakról készült festményeiből nyílik majd kiállítás. Megünneplik a Márton napot, és adventi hangversenyt adnak. A pápai örmény nemzetiségi önkormányzat áprilisban az örmény népirtásra emlékezik. A nyáron Erdélybe utaznak ott élő örményekhez. Szeptemberben az örmény köztársaság kikiáltásának napját ünneplik. Éves munkatervükben szerepel az is, hogy részt vesznek városi rendezvényeken. Korábban mindhárom nemzetiségi önkormányzat döntött arról, hogy együttműködik Pápaváros önkormányzatával. Az erről szóló határozatot vezették be az SMS-be. Városi angol szépkiejtési verseny volt tegnap délután a Tarci iskolában. Két korcsoportban összesen 14 felsőtagozatos tanuló indult a megmérettetésen, melynek lebonyolításában a két tannyelvű tagozat, illetve az intézmény két idegen nyelvi lektora is részt vett. Hagyományosan februárban tartja meg a Tarci Lajos Általános Iskola az angol nyelvi kiejtési versenyét, melyre 5-től 8. osztályba járó gyerekeket várnak minden évben. Idén az Erkel, a Szent István és a Tarci iskola, illetve a Tür István gimnázium jelentkezett a megmérettetésre. S hogy milyen tanulók nevezésére is számítottak? Akik szívesen szerepelnek jók angol nyelvből, azon kívül szeretik az angolt, azon kívül szívesen mondanak szövegeket, szépen értő módon tudnak angolul olvasni. Kettő feladat van, egy szabadon választott szöveg, amit megtanulnak kívülről, és egy új szöveget kell elolvasni, és ebből a két feladatból jön ki az eredmény, az első három helyezettet fogjuk díjazni. Külön kategóriában versenyeztek az 5.-6., illetve a 7.-8. osztályosok. A tanulók először az általuk hozott szöveget mondták el, majd a kötelező szöveg következett. S hogy ez mi volt, a szervező tanár azt is elárulta. Az 5.-6. egy egyszerű mese, a 7.-8. egy szép irodalmi részlet, aminek a szókincse nyelvezete az ő életkoruknak megfelelő. A zsűriben a két tannyelvű tagozat vezetője Hardi Tünde, illetve az iskola két angol nyelvi lektora foglalt helyet. A versenyen Kovács Anna Lili, illetve Cseh Katrin ért el első helyezést. Ők mindketten a Tarci Lajos Általános Iskola tanulói. Hagyományosan két évente rendezi meg a Rákbetegek Országos Szövetségének Pápai Megújulás Klubja az Egészségvédő Napot. Soron következő rendezvényük szombaton lesz a Pedagógus Művelődési Házban, ahol szűrővizsgálatokkal és egészségügyi előadásokkal várják az érdeklődőket. A program 10 órakor kezdődik. Az emlőműtött asszonyokat összefogó Pápai Megújulás Klub szombati egésznapos programján, mint mindig, most is délelőtt zajlanak a szűrővizsgálatok, tudtuk meg a klub vezetőtől,
Az alapszűrések mellett lesznek más programok is, mondta el Hörömpöly Imréné. A mentőállomás dolgozói bemutatják az újraélesztést. Ott lesz dr. Bagoly Katalin, a patronáló orvosunk, aki tapintásos szűrést végez. Az ANTS dolgozói hozzák azt a modellt, amin ki lehet tapintani az emlőbel csomót. Azt is meg lehet nézni. Egy-két dolgozónk bemutatja, hogy gyorsan, könnyen, olcsón, hogy lehet vacsorát vagy reggelit készíteni. Délután a daganatos megbetegedések korai felismerésének fontosságáról, a szűrések jelentőségéről dr. Bagoly Katalin onkológus főorvos, a klub patronáló orvosa tart előadást, de szó lesz például arról, hogy hogyan, mikor hívjunk mentőt, és betegjogi kérdések is szóba kerülnek. Szeretnénk az emberek figyelmét fölhívni arra, hogy az egészség az micsoda nagy kincs. Sajnos az embereknek a nagy része, 90%-a akkor jön rá, mikor elveszítette, hogy micsoda nagy kincsen rendelkezett. És erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy ne csak az eszközeikre, meg a tárgyaikra vigyázzanak, meg azt próbálják megjavítatni gyorsan, vagy újat venni, hanem saját magukra is vigyázzanak. Tehát menjenek el szűrésre, mert ha valamit kiszűrnek, akkor azt még gyógyítani lehet. Én szerintem ez a legfontosabb, ne dugjuk a fejünket a homokba. Sokan azt mondják, azért nem megyek, mert hát, ha találnak valamit. Na hát ez az egyik legnagyobb butaság, mert ha találnak valamit időbe, akkor az még gyógyítható, de ha későn veszik észre, már nem biztos. A Megújulás Klub minden érdeklődőt és betegségben érintettet szeretettel vár szombati rendezvényére, hangsúlyozta Hörömpöly Imréné klubvezető. Holnap is tavaszias idő várható, részletek az időjárás jelentésben. Pénteken jobbára felhős lesz fölöttünk az ég, többfelé várható ismétlődő eső, záporeső, de akár még az ég is megdörrenhet. Élénk lesz a délkeleti szél, marad a koratavaszias hőmérséklet, 8 és 14 fok várható. Kedves nézőink, ezek voltak csütörtöki híreink, nézzék majd holnap is a híradót. Viszontlátásra!